Olyan fiatalok, akik beletartoznak abban a népes családban, amelyről az imént szó volt. Mi tanulunk, ti tanultok, ők tanulnak. Nyelvet muzsikálva énekelve. Úgy nevezik őket Omega együttes. Amikor hangszereikkel megjelentek a stúdióban, valaki megjegyezte, na ezek így nem jutnak messzire, a félreértés nehesség, nem a tehetségükről volt szó, de aki közülük elektromos gitárról játszik, annak a hangszere alig fél méterre tróton kapcsolódik egy áramforráshoz. De többit bízunk a riporterre. Értesi Sándorra. Az Omega együttes szignálját hallották. Bemutatnók az együttes. Ez a gitár melyik a három közül? Szóló gitár, hathúros, rezonet nevet viseli, Csehszlován Kertlán. Szólaltassuk meg. Rövid szólóval mutatkozzék be. Mikor alakult az Omega? 1962-ben, akkor öt tagból állt. Tavaly az Omega együttes ezüst díjat, ezüst plakettet nyert a kis amatőr számzenekarok versenyén. Erről nem esett szó, hogy valamilyen érdekközösség van a jó zene szeretetén kívül. Történetesen az, hogy valamennyien műegyetemisták. Igen. Ki milyen szakon? Autógépész. Autógépész. Ketten villamoskaron vannak és egész érzéseket. És egy null év folyamon. Mire helyezik majd a súlyt? Szeretném hinni, és hát elsősorban jó mérnöket lenni, és azon kívül jól zenészek. Mi a stílus irány, amit követ az Omega? Divat zenét játszunk. Hogyan készülnek fel? A legújabb elmeteket igyekszünk megszerezni, és a többszöri hallgatás után hosszában rögzítjük, minek a saját szólamát, ha jobbat tud, akkor jobbat, ha van persze ilyenkor mód van. És alkalom újítása is, egy kis áthangszerelésre, átharmonizálásra. Ebben a stílusban több olyan számunk, amit magunk csináltunk, és úgy, ahogy sikerült is. Ez például hogyan veszi át az együttes egy ilyen vokálisan nem könnyű számot? Eleinte nehéz volt megszokni, mivel tudja volt, hogy
négy ember gitározik is, és közben szólamokat énekel. Aztán valahogy nehezen belerázottunk, mivel hogy két jó énekesünk van, szólógitárosunk és zongoristánk, tehát ők mondjuk a társaságot kicsit felemelték, mi pedig kórusban hozzáig csatlakozunk. Most arról valamit, hogy a balok szövegével hogyan vagyunk, mert ez általános problematikája a könnyű zenei életnek. Ki a szakember a zenekaron belül szövegügyben? Hát azt általában én szoktam leírni, tanultam 6 évig angolni, úgyhogy általában ezek nem szoktak nagyobb nehézséget okozni, mert hát egy párszázszoron kívül nem nagyon fordul el más. Persze van aztán olyan, hogy ha például Laci, mert ő is szokott énekel, ő énekel, hát neki kicsit nehézséget okoz, de már egész jobb rázódott is. Tervekről. Hát az együttes abszolút fiatal, összes életkoruk 126 esztendő, vannak 60 fejenként 21 évesek, óriási nagy befektetéseket eszközöltünk most az új berendezésekkel. Ezek meg vették, vagy készítették maguk? Készítettük. Kézben mit csinálunk? Kébe került ez? Konkrétan mi minden van itt? Erősítőket látok egymás mellett. Egy három részből összeállított hangfalat, visszhangosító berendezéseket. Ki az együttes technikai szakértője? Új érnök között gondolom, hogy akad, aki szívesen bűtve. Én szoktam általában javítani erősítőket, és én alakítok át. Légyen most csináltam meg a visszhangot, az is mára készült, tehát ma szóltuk, hogy elfogadható. A hangdolgokat, azokat is mi szereltük együtt össze. És még vannak ilyen csiszolni valók, a kísérő gitáron teljesítményben nem itt van megfelelő, de... A mérnöki szakértőnk szerint van itt még tennivaló. Van, az nagyon sok van. Na, ez az egész felszere is valahogy olyan, mint amikor 7-8 fiatal férfinak egy közös autója van. Igen. Valószínű, hogy a jövő tánczenekara az elektromos hangszerekre helyezi majd a súlyt. Igen. És mint hogy érzésem szerint leginkább zenélni és kevésbé beszélni szeretnek, kérem néhány kedves számukat adják most elő.